Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a György István Nagykun Múzeumban, dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóral beszélgetünk, hiszen egy újabb időszaki kiállítás nyílik a nagykunsági kulturális napok keretében hamarosan. Szűcs Sándort ismerhetjük meg egy kicsit közelebbről, az ő munkásságát. Hogyan került ide ez a kiállítás? Igen, Szűcs Sándor életét és munkásságát mutatjuk be, hiszen Sándor bácsi 110 évvel ezelőtt született Bihar Nagybajonban, és ugye ő volt a háború utáni igazi első múzeumigazgató, tehát ő nevéhez fűződik a múzeum újjászervezése, mert 1952-től 62-ig volt a Karcagi Múzeumnak az igazgatója. És hát a 110 év az éppen egy elég jelentős évforduló arra, hogy emléket állítsunk neki is, az ő munkásságának, illetve a kutatásainak. Ezért most ez egy nyitó rendezvény, ugye ez a kiállítás megnyitó, ez egy vándorkiállítás, és ugye először Püspökladányban nyílt meg, majd onnan Berettyói faluba ment, és Szűcs Sándor születésnapjára október 23-án ez a kiállítás Bihar Nagybajonba megy, mert ugye ott született Szűcs Sándor. Ugye Szűcs Sándort néhányan esetleg az idősebb korosztály még ismerheti. Az a múzeumigazgató volt, aki minden nap átjárt Bihar Nagybajonból ide, Püspökladányi átszállással, tehát elég rendesen utazott oda-vissza. És Sándor bácsi az a néprajzos, akinek sokat köszönhet ez a vidék is. Tehát együtt gyűjtött annak idején Györfivel is, Diószegi Vilmossal is, és hát ugye őt a három földtudósának tartjuk, tehát a Sárét, Nagykunság és a Bihar kutatójának és néprajzosának tartjuk. És hát azért a kiállításon kívül emlékezni is fogunk rá, hiszen ez ősszel egy tudományos konferencia is. Igen, október 10-én tervezünk egy egész napos konferenciát, ahol Szűcs Sándort, mint múzeológus, Szűcs Sándort, mint néprajzost fogjuk értelmezni, illetve fogjuk bemutatni a karcagi lakosoknak is. És meddig látható ez a kiállítás? Ez október 12-ig lesz látogatható, mert ugye utána kerül át Bihar Nagybajonba. Én remélem, hogy nagyon sokan eljönnek, hiszen tényleg nagyon közelről meg lehet ismerni a munkásságát, és nagyon sok olyan könyv kötődik hozzá az ő nevéhez, amelyet azért mi is olvasunk, könyvtárban, múzeumban is megtalálható. Én azt kívánom, hogy sokan nézzék meg ezt a kiállítást. Köszönjük szépen, én pontosan Szűcs Sándornak az adattárban egy csomó kéziratát őrizzük, úgyhogy épp ezért fogjuk, de bízunk benne, hogy sokan meg is tekintik ezt a kiállítást. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.